Március közepén jelent meg a volt szövetségkapitány könyve az elmúlt évek nagy úszó ügyeiről a víztükör, és a viták azóta is feszítettek voltak némely esetekben, különösképpen gyárfás ügyben ám. Hosszú Katinka és után visszatért és újra a sényt dolgozik. Harita Jandással beszélgetünk a fejleményekről. Szervusz, jó reggelt kívánok! Felett. Ha valaki, akkor te gondoltad volna, akár kezdettől gondoltad volna, hogy happy end lesz belőle, igaz? Hát kicsit talán fellengzősen azt mondom, hogy nem gondoltam, hanem tudtam. Tehát, hogyha komolyan tovább akarta bármilyen is folytatni, és egy elsősorban Katinkára gondolok, akkor azt gondolom, hogy nem volt más alternatíva, mint az, hogy visszatér az edzőjéhez. Előfordul egy sportoló életében az, hogy meginog az edzőbe bizalom. Hát, hogy -ne mondjam, a férfeleség viszonylatában is előfordul bizonyos biza bizalom megingás de komoly teljesítményt és ilyen magas teljesítményt, mint ahogy ők ezt csinálták, nem, ezt nem lehet másképp csinálni, csak úgy, hogy valahogy rendbe hozzák a kapcsolatukat. Miért nincs ilyenkor valójában alternatíva? Nem csak az ő esetükben, hanem az ilyen komoly teljesítmények esetében sem nagyon lehetséges, hogyha gondolunk a tímesteretekre Szécsi Tamásra. Miért nem volt lehetséges az, hogy egy ilyen edző és egy kiváló versenyzője, is csak azt mondják valami konfliktus után, hogy hagyjuk egymást, váltunk, kezdjük újra valami máshoz. miért, miért nem lehetséges ez igazából? Az emberben mindig van egy ilyen igény, hogy megpróbálja mást is, más edzőt is, mert már túlságosan nehéz a feladat. Emlékszem, annak idején még az 1984-ben volt, amikor Vadásony és Vermes Arbán mondták, hogy a Szécsi megszakítják a kapcsolatot, és akkor átmentek a Dózsába. A következő évek nem sikerültek úgy. Ez azért van, mert a versenyző és az edző nagyon jól ismeri egymást. Itt azt kell, mondjam, az edző nagyon jól ismeri a versenyzőjét, és tudja azt, hogy hogy mire reagál. még egy másik versenyző, vagy egy másik edzőnek a, a kialakul ugyanez a tudása, addig egyszerűen elfogy az idő. Tehát néhány év kell ehhez. Na most az idő az a legkevésbé van ilyenkor, mert, mert nincsen arra idő, hogy most egy-másfél éven keresztül, esetleg két éven keresztül próbálgatni, mert akkor már elhalad mellette a mezőny. Tehát ez az elsődleges. A másik pedig az, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, Hát nem véletlenül mondták annak ide az öregre, hogy mágus. Tehát, hogy van az edzőnek egy bizonyos fajta lelki ösztönző szerepe is. De most, hogyha nem alakul ki az a fajta bizalom, amikor már nem tud úgy hatni rá, tehát pontosan az megfelelő időpontban a leg, élesebb időpontban, akkor kell elmondani azokat a szavakat, akkor kell megtenni azokat a gesztusokat, amit a, a kettékezet kialakul, ezt más nem nagyon tudja. Mondanál erre a saját pályafutásodból konkrét példát, ami nyilván elmondható olyan példát, amikor a megfelelő pillanatban és megfelelő helyen történt mondjuk akár kívülállók számára különösnek tűnő gesztus, de ez a ti jelképrendszeretekben teljesen természetes volt? Hát az egyik leg... sok ilyen volt, de hogy emeljem ki az egyiket, ami, ami legelőször történt, és a számra is teljesen váratlan volt. 1969-et írunk, Bécsi Ifjúsági Európa Bajnokság, én 13 évesen mentem a 15 évesek ellen, és amikor mentünk ki a döntőre, akkor közvetlenül azelőtt, hogy mentem ki a döntőre, Szécsi Tamás odalépett hozzám, és azt mondta, hogy ne felejtsd el, fiam, most a hazádért úszol. Most ez egy, ez egy olyan szerkentő serkentő eszköz, ez egy, ez, egy, ez egy akkora döbbenet volt az én számomra, hogy átfutott rajtam mindent, tehát azt gondolom, hogy emiatt aztán siker. nem csak emiatt, de emiatt Te is sikerült Ez a mondat akkor így a semmiből érkezett, és nem Igen. arról van szó, hogy mondjuk, mint frázisként puffogtatták volna előtt. A soha többet neked, nem neked mondta. Neked soha többet nem mondta. Akkor mondta, a ah, később meg mást mondott. Aha. Tehát az mindig érezte, hogy, hogy mi az a pont, amikor, na, nagyon érdekes, mondjuk pont Széchenyi Tamáshoz vissza volt amikor csokoládé szinteket állított föl, tehát nagyon, nagyon magas szintek voltak. Ha valaki elérte ezt a szintet, persze gyerekek voltunk még akkor, akkor csokoládét kaptak de aki olyan nagyon magas szinten ö, 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 elérte versenyzőként a, azokat az időket, akkor azok már egyéb olyan tárgyi eszközöket koptak, kaptak, sose felejtem el, hogy Csikán Jóskának az ócska köpenyét kapta meg a Verasztó Zoli, mert az volt a köpeny szint, hát az egy olyan magas szint volt, és ezért azt tudta az ösztönözni. Na most persze nyilván Katinkaik nem erről van szó, Na, hogy gombol, a ma, 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 már a világ, <laughs> ma már csokoládé gyárt szinten ma, ma ilyen, ilyen, szóval már, nem így van, de biztos, hogy van egy olyan pont, egyébként ez nagyon lehetett érezni, amikor Katinka belépett, de bármelyik versenyző, amikor belép a, a döntőre, és egy hatalmas aréna van, és akkor ott, ahogy, a, ahogy az edzőt megkeresi a többet, tudják pontosan, hogy hol fog majd tartózkodni az edző, és van közöttük egy, 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 egy finom szál, ami, ami, amivel meghallja az edzőnek a szavát, amivel meglátja úszás közben, óriási ordítozás is mindenki, meghallja a hangját, meghallja a szavát, és látja is. Tehát ezek, ezek olyan egymásra a hangolódások, amiket egyszerűen ezt nem lehet kialakítani egyik feltől És ott a tízezeres tömegben is létezik az a folyosó Abszolút. Ö, versenyző és edző között. Igen. Ugye annak idején Szécsi Tamáshoz hasonlítottad a Ezt a fajta párhuzamot ö, is tartod? Hát annak idején hozzá hasonlítottam, aztán kicsit elváltak az utak, szóval Széchi Tamásra azért lehet ezt beszélni, Szécsi Tamás nagyon kemény volt, de azért ö, tehát mi meg tudtuk tartani azt a kapcsolatot, és azt gondolom, az úszó sport is meg tudta vele tartani ezt a kapcsolatot. Egy kicsit, hát itt már a másik esetben már eltorzult ez, tehát ott már, már nem tartja a, a úszó a kapcsolatot. Mert lehet, hogy ez a mostani világ ez ilyen, akkor ez nem jó dolog, de minden esetre a kezdetben azért mondtam, hogy hasonlítottam Szécsi Tamáshoz, mert pontosan olyan dolgokat hallottam hírből róla, Sienről, mint amit az öregről mondta, hogy nem is tud úszni, nincs is diplomája, szadista, hagyja a gyerekeket. Uh -huh. Igen, szóval, uh -huh. tehát ilyeneket mondták. Na most ezért persze nyilván ez így, ez így, nem igaz, de kétségtelen, hogy, és hát nagyon túlságosan is fiatal volt. Na most, hát és egy még egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy a Sinnek az edzői munkája, ami, ami Katinkával egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. Tehát az, az nem, az, ő, ő, ő neki ugyanúgy van három olimpiai bajnoksága, és ki tudja, hány világbajnoksága. Tehát őt a, a későbbiek során is érdemes, ugye, mert hát egy edző az legalább 60-70 éves koráig dolgozik, tehát érdemes idézőbe foglalkoztatni. Úgyhogy én továbbra is nagy bizalmat adnék neki. Én nem engedném csak úgy el a kezét, és nagyon örülök annak, hogy bármi is történt ő közöttük, Katinka is úgy látta, hogy vele tudja elérni az eredményt. Hogy hogyan fog majd ez a törés majd kisimulni, ez egy másik kérdés, ez az elkövetkezendő idők adnak majd választ. Erre nézést vannak -e előképeid a a, 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 praxisodból, a, egyet az úszóvilágból, az ismerettségi körödből, amikor megtörtént egy, hát nem szakítás, szakításnak tűnő konfliktus, és aztán a felek kibékültek és folytatták a munkát, tehát nem mentek el a végsőkig és aztán ezt rendezni kellett, és ez a rendezés ez mennyi ideig tart, és, és mit kell ilyenkor. Hát ugye itt azért azt már Katinkáik jelezték, hogy a folyamatos versenyzést változatlanul jó stratégiának tartják, de nem biztos, hogy ennyi számban, és ugyanolyan módon kell azért azt folytatni. Hát itt nagyon sokféle kérdés merül föl, ugye volt korábban az, hogy hány számban engedik elindítani a világkupán, most azóta egy számban sem indult el, tehát ezek ezek ilyen érdekes dolgok. Igen, szerintem megváltozik a stratégia, megváltozik egy felkészülés, mint hogy változik a versenyzőnek is a felépítése. Ha más nem, ha más nem, sajnos azért akkor is figyelembe kell venni a kora. Meg hát még egy dolog, az elért eredmények, ezek nagyon áhítozik az ember az eredményre, szeretné elérni azokat az eredményt, amikor már elérte, akkor onnantól kezdve egy bizonyos ponton túl én szerintem Katinkának, hogy a hasonló kaliberű versenyzőknek már szinte csak veszteni valója van, mert most nyer még egyet, és akkor mi van? De ha megverik, akkor ez egy mekkora szám. Uh -huh. Viszont ugyanakkor ez neki presztis veszteség. Sose felejtem el az egyik legnagyobb magyar úszó Darnyi Tamás, aki pontosan érezte, és annyira emlékszem rá, hogy amikor ezt a beszélgetést folytattuk, hogy ő pontosan érezte, hogy ez volt az utolsó, többet 400 egyesen nem indul. Mert érezte, hogy itt ezt most még megnyerte, de a következőben már nem fog tudni. Na most, és veretlenül vonult vissza. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy mit tart az ember szem előtt. Én úgy gondolom, hogy ők tisztességesen felkészülnek, nyilván most Európa Bajnokság lesz, mondaná az ember, hogy az könnyű, nem könnyű. Az európai úszósport nagyon erős, ráadásul az egyik legfontosabb ellenfele pont európai. Mint, tehát azt gondolom, hogy, hogy csak felkészülve érdemes oda menni, és ezért nem mindegy, hogy a különböző világkupa versenyekre, ami azért mégsem olyan magas szintű, hogy nem indulnak el, mert, mert veszteni, tehát azért, hogy döntőbe se kerüljön, vagy egy harmadik, negyedik helyen szerepeljen, azért nem hiszem, hogy oda mennek különösen a főszámában, más számokban esetleg lehetséges. Um, Sén Tuszupra visszatérve itt még azt hiszem, hogy az egy érdekes kérdés lehet, hogy te sok kritika elhangzott vele kapcsolatban, többek között az is, hogy jó-jó, felépített egy fantasztikus művet, hosszú Katinkának hívják, illetve az ő párosuknak, de te hiszel abban, hogy egy ilyen kvalitású edző, aki ilyen szinten bizonyított, az egy versenyzős lenne? Nem. Hát ez egy olyan dolog, hogy, hogy jó, jó, ezt hogy megcsináltad, de és akkor a többit megcsinálná. Hát próbáljuk ki. Uh -huh. Tehát ez olyan dolog, mint amikor annak a jó-jó katinka van, de a magyar úszósport többi része hol van. Hát egyrészt volt, másrészt pedig azért az eredményeket nem lehet jó, ezt ez nem számít. Hát ezek nagyon is számítanak. Tehát ő elindult egy úton, elkezdődött valami, megcsinált valamit, amit különbözött attól, amit mi eddig ismertünk és csináltunk. És ezzel eredményt ért el. Ezt nem szabad elvenni tőle. És az, hogy ezzel egyet lehet érteni, hogy ez szerethető, hogy ez szimpatikus, vagy nem szimpatikus, ez egy, ez egy másik kérdés. De ettől függetlenül a magyar sportnak, a magyar úszósportnak komoly eredményeket hozott. Én azért azt nem mondanám, hogy semmi sem drága, és ezért semmi sem drága, mert azért vannak bizonyos határok, amiken túl szerintem nem szabad menni, de hát ez mindenkinek más, ez a bizonyos határ. De úgy érzem, hogy, hogy lehetőséget mindenféleképpen kéne és kell is neki adni hogy bebizonyítsa, hogy másokkal is el tud. Egy, egy, Egyébként egy edzőnek mindig ez az egyik nagy dilemmája, hogy jó-jó, hát vele elértem, de mással el tudom elérni ezt az, ezt az eredményt. Én szerintem igen, de hogyha nem is tudja kipróbálni, hát akkor nyilván erre nem lesz válasz. András, milyen most a te helyzeted, státusod ebben az átalakuló magyar úszótársamban és úszóvilágban? Megírtad ezt a könyvet, és ahogyan beszélsz kicsi, azt érezni, hogy most ebben az ilyen kontemplatív, szemlélődő, résztvevő állapotában vagy, igaz? Hát én most gyakorlatilag a magyar úszósporon nem, nem veszek részt, én egy, hát hogy mondjam, egy nagyon kényelmes és nagyon jó helyzet vagyok, leülök a fotába, és nézem a televíziót, és figyelem a szemlélődöm. Volt egy olyan idő, én hosszabb időre számítottam egyébként, amikor a szövetségkapitány munkát ismét elkezdtem, ez megszakadt. Nem gondolom azt, hogy bármilyen szinten én visszamennék a Magyar Úszószövetségben, Szövetségbe, És, de ugyanakkor hát bizonyos tapasztalatai az emberek vannak, embernek vannak, hogyha ezt megkérdezik, azt én szívesen elmondom, szívesen átadom, de nincsen semmilyen szerepem a szövetségben, és nem is gondolok arra, hogy esetleg a későbbiek során lesz, és nem is vágyom erre. És érdekele, hogy a könyvednek milyen visszhangja van, hogy kinek mi a véleménye róla? Hát hogyne, hát az nagyon érdekel, és eddig nagyon jó visszhangokat kaptam. Öh, és tehát barátoktól, ez természetes szinte szakemberektől, újságíróktól, nagyon jó kritikát, ez nekem nagyon-nagyon sokat számít, és olyan emberektől, akik nekem nagyon sokat számítanak, ö, ö, gratuláló levelek, ö, tehát ez, ez egy nagyon jó érzés, és a szakmából is, a versenyzők között is, ezöktől is. Ö, a, ezt a könyvet azért írtam, ezt igazából mindenkinek írtam, hogy... Ö, tehát, hogy mennyire bonyolult, mennyire összetett egy versenyzőnek a gondolkodás, egy edzőnek a gondolkodás, hogy én most már minden oldalról ismerem a versenyző részéről, a szakvezető részéről, a szövetségi kapitány részéről is, és hogy ez mennyire összetett egy döntés, hogy mi van igazából a színfalak mögött, hogy egy-egy váltó alindításakor, hogy milyen szempontok szerepelnek, és azok a, az emberi nagyságok, az emberi hibák, az, ezek mind szerepelnek benne, és valamelyik alkalommal beszéltem valakivel, és azt mondta, hogy te hogy tudod ennyire pontosan visszaadni. Hát pont így hangzott el, hát én ott voltam. Egyszerűen csak azért, mert amikor én megírtam ezt a könyvet, egyszerűen csak visszahelyeztem magam abban, a, abban az időpontba, és leírtam, ami visszagondoltam, és leírtam az, ami ott történt. Tehát nem kellett jegyzeteket használnod, nem arról van szó, hogy te... Hát nem voltak jegyzeteim, nem úgy kezdtem a írtál volna. Nem, valami. nem, nem. Hát feljegyzések nyilván voltak, de ez inkább csak a szövetségi munkával, kapitány munkával kapcsolatban, de nem, nekem nem volt elképzelés, a majd én erről könyvet írok. Egyébként azért történt ez meg egy pontosan leírt körülmények között, hogy fogalmazódott meg bennem, hogy miért is lesz ez a könyv megírva, mert, mert soha nem azt kaptam vissza, amit én valahol valamikor elmondtam. És gondoltam, én most leírom úgy, ahogy én akarom. A frasáját is Abszolút, ez, a, ez, a, ez, a, ez az egyes verzió, és ez, ez, ez a valódi. Hogyha erre azt mondják általában, hogy szakszerű, tetszik és pontos, és a kollektív emlékezetnek is megfelelő módon olyan, olyan emlékeket tartalmaz, amelyekre mások is ráismernek, akkor az, is, akkor az történt, hogy te mindent megírtál arról, amit az úszásról gondolsz, vagy majd arra fognak inspirálni, hogy van ebben még folytatás is. Én azt gondolom, hogy ebben benne van minden, amit szerettem volna. Nem tervezek most majd még egy másik könyvnek a kiadását. Hogyha megszólal bennem egy hang, mint amikor annak idején megszólalt, akkor azt majd leírom. De úgy érzem, hogy ezt én kiírtam magamból, amit én akkor akartam. Természetesen ugye ez akkor folytató, azzal fejeződik be a könyv, amikor a bizonyos elnökségi ülés után, amikor kiderült, hogy nem leszek már többet kapitány, vagy nem leszek kapitány, akkor én megyek ki a szigetről. Tehát ez az egész utána. Természetesen még történtek dolgok, hiszen akkor még előttünk állt a világbajnokság, még azóta is sok minden dolog történt. De hát ez már nem olyan, amit azt gondolom, hogy ez köz érdeklődésre tartana számot, és nem is gondolom, hogy nekem ezt meg kéne írni. Majd ha valaki úgy gondolja, az megírja, és azt örömmel venném, én is szívesen olvasnám ezt. Van ebben a történetben egy fontos szereplő, sokáig főszereplő is volt a, a magyar úszásban, akivel történt azóta, ami történt, Gyárfás Tamásról beszélek. Nyilvánvalóan te, aki benne éltél, sok mindent hallottál, meg van voltak plegykák, meg voltak legendák, téged megdöbbentett, ami történt? Hát azért ez nem volt ö, ismeretlen. Tehát Igen, amikor én elkezdtem a munkát, akkor én megkérdeztem, hogy hát van három olyan kérdés, ami a Magyar-Uszasz Szövetségben kérdés lehet. A többek ez volt az egyik. De akkor azt mondták, hogy annak idén volt egy ilyen bírósági meghallgatás, a bíró meg sem akarta hallgatni. Most bármennyire is furcsa, megmondom őszintén egy kicsit, én is tartottam Gyárfás Tamással való együttműködésre, mert nagyon ö, autokratikus embernek, az ismerek azért ilyet, hanem Széchenyi Tamás is olyan volt, tehát tartották. Én nagyon kellemesen csalódtam benne, nagyon jó volt vele együtt dolgozni, de gyakorlatilag mi máshol nem beszéltünk sose csak munkáról, bármennyire is ez furcsa, se politikáról, se vallásról, semmi az ég adta a világon, mindig munkáról, abban viszont verhetetlenül profi volt. Tehát, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni, nagyon eredményes volt. Tehát azért 23 év alatt egy csomó minden dolgot a Magyar Úszó Szövetségben elért, és a magyar sport diplomáciában is. Ez egy nagyon nehéz kérdés, egy 20 éve tartó ügyre, amit érvek és ellenérvek még most is vitáznak ezen bármit is mondani, ez, ez nagyon nehéz helyzetbe állítja az embert. Én szakmai szempontból azt tudom mondani, hogy, hogy kiváló volt, tehát nagyon jó volt vele dolgozni, és nagyon jó meglátásai voltak. Ez az ügy, ami most jelen pillanatban van, hát ennek meg pont lesz a végére, de az biztos, hogy ez megint csak egy olyan dolog, amit már húsz éve is mondtak, és hogyha akárhogy fejeződik, be vannak, aki, aki elmarasztalja, és vannak, aki pedig fölmenti. Én nagyon hiszek abban, hogy hogy fölmentik. Uh -huh. uh, utolsó kérdésem. Ez a mostani úszóvezetés, amely um, a úszóvilágból kerül ki, és onnan érkeztek a, a fő alakjai. Ezzel te milyen viszonyban vagy? Hát azt is mondhatom, hogy szinte mindegyikkel együtt úsztam, ezek barátaim, talán, szinte tényleg. testvéreim, tehát nagyon jól ismerem, és az érdekes, hogy a múltkodjában a legjobb barátommal, a feleségemmel beszéltünk erről, hogy ugyanazok a dolgok ismétlődnek, mint annak idején. Tehát ugyanazok az emberi nagyságok, azok a kicsiségek, azok a, azok a fajta emberi viszonylatok, amik annak idején voltunk, voltunk, mint versenyzők, ezek ugyanúgy jönnek elő. Nagyon drukkolok nekik, hogy, hogy jól sikerüljen, hiszen ez a magyar sport érdeke, hogy az ő munkájuk jól legyen. És hát most nekik ebből a szempontból egy kicsit talán tényleg szerencséjük van ezzel az Európa-bajnoksággal, nem mintha mint nem szeretném ezt, le, azért ezt lebecsülni, de azért egy világbajnokság, egy olimpia, azért az egy komolyabb feladat. Ami szerintem ebből a szempontból nagyon fontos, hogy nagyon erősek az edzők, és igazából a Magyar Úszó az a feladata, hogy az edzőket és a versenyzőket támogassa. Na most az utóbbi évtizedekben, talán pont Kislászló és Szécsi kapcsán olyan edzői nagyságok kerültek elő, akik ezeket az eredményeket rendre hozták, és mindig jöttek újak is mint például én, vagy mint például elmeszi Attila, vagy ne felejtsük el Milák Kristófnak az edzőjét, vagy hát azt megelőzően Túri Gyuri. Tehát e, úgy érzem, hogy, és ráadásul ehhez még kapcsolódnának, hát itt van közöttünk egy bizonyos fajta nézeteltérés vagy vita, mert e, amikor hazajött Nagy József, akkor én nagyon bíztam abban, hogy Gyurta Danit, amikor átvállalja, azt tudtuk. Na itt például ez egy nagyon érdekes dolog hogy hogy tud a versenyző és az új edző együtt dolgozni. Láttam, hogy hihetetlenül dolgoztak együtt, és sajnos ez az eredmény nem sikerült olyan módon, ahogy a, a munkát ebbe beletettek, és mind a kettőnek a tehetsége erre volna őket. Ö, én szerettem volna, hogyha talán Nagy Józsi is jobban részt vesz ebbe a munkában, de ők ezt másféleképpen gondolták, mert még az edzőbizottságban sem hívták meg. De hát ezt ők így látják, Igen. tehát ez már az ő dolguk. Tehát én csak kívülről mondhatok dolgokat, de azért ez, az ő, ez mégis az ő dolguk. Mondás köszönöm szépen, hogy itt voltál! Köszönöm a meghívást!